Jelenleg 107 hajléktalan ember él a város utcáin, romos épületeiben, őket hetente háromszor keresik fel a Kríziskezelő Központ utcai szolgálatának munkatársai. Ezeken az alkalmakon meleg teát, meleg ételt, konzerveket, takarókat, gyertyákat és, hogyha szükséges, gyógyszereket adnak a rászorulóknak. Az intézmény vezetője azt mondja, a teajáratoknak mégsem ez a legnagyobb jelentősége, hanem a szociális munkásokkal való találkozás. Akik bizonytalanabb helyeken élnek, azok az úgynevezett közterületen élők, az kb. 23 fő, ami ugye népszerinti nyilvántartásról beszélek, amit hát én sem tudok mindig fejből, de segítséget kérek az utcai szolgálattól. Ők azok, akik időnként megjelennek a menhelyen, amikor már mondjuk nagyon hideg van, vagy kórházból kerülnek ki, mert valamilyen sérülésük van. Úgyhogy ők azok, akikre nagyon oda kell figyelni, akikről nagyrészt szól a teajárat, hiszen őket látják nap, mint nap, néha bejelentést is kapunk az utcai szolgálata, hogy éppen hol tartózkodnak. A hajléktalan szállón bőven van hely, ugyanis nagyjából 30-35 ember az, aki bejár oda rendszeresen. 36 férőjes menedékhelyre és a 20 férőjes időszakos férőjére relatíve nagyon kevesen járnak be. Ez sok mindenek köszönhető, meg mondanám, hogy sajnálatos is, mert nincsenek kihasználva a férőhelyek, viszont a pozitív az, hogy bárkit tudunk fogadni, akit Fehérváron hajléktalanná válik, elfogadja a házi rendet, és este 6-tól reggel 8-ig éjszakás, tehát hogy éjszakázni tud, és egyéb szolgáltatásokat igénybe tud venni. Térségünkben a vörös kódot egyelőre nem rendelték el, a fehérvári intézmény azonban felkészülten várja az esetleges kihirdetést.